Jaj, volt kormányinfó is. Ez a kis lárvarcú, hamis gulyás csak úgy szórta a fekáliát az újságírókra. Azt is megtudhattuk a kis budjant gulyástól, hogy nem azért javult a helyzet a kórházakban, mert Magyar Péter ott járt. Hát akkor ezek szerint eddig rosszak voltak a dolgok a kórházakban. Gulyás Gergely szerint a beseügy aktája nem is létezik. Hát mi van, neki meg sem mutatták? Lehet, hogy azért, mert szerepel benne. Mondjuk én hiszek Gulyás Gergőnek. Amit ő Bese atyáról mond, az úgy is van. Ugyanis Gulyás Gerinek hátulról jönnek az információk. De aranyosak, miközben a kormány a békéről papol, addig a felcsuti TSS tejezzacskó csak úgy önti a pénzt a csádi katonai misszióra. Az afrikai országban már nagy követséget is nyitunk, és nem csak 200 magyar katonát, hanem 200 millió eurót, átszámítva 80 milliárd forintot küldünk segélyhitelprogram címszó alatt. Hát ez fantasztikus, a magyaroknak itt van a 12.200 forintos családi pótlék, nekik meg a 80 milliárdos csádi pótlék. De jó teszi a kormány, hogy ilyen bőkezű, ilyen adakozó, itthon már úgy sincs mire költeni, minden a legnagyobb rendben van. Hát jó, mondjuk Békés Csabán pont most zárják be a halmozottan sérült, fogyatékkal élő gyerekek intézményét, a Napraforgót. Nincs pénz fenntartani. Csak a szokásos narancs tempó. Már megint a legelesettebbekbe rúgnak bele. De hát kit érdekelnek a gyerekek, amikor repteret, Mészáros Lőrincnek új magángépet vásárolunk, vagy éppen augusztus 20-án 15 milliárdot puffogtatunk el a levegőbe. Azt gondolom, mindent elárul egy kormányról, ha így bánik, a kiszolgáltatott emberekkel. Gyerekektől elvenni egy élhetőbb élet lehetőségét, a reményt, és ezek nevezik magukat keresztény, családbarát kormánynak. Ha bele sem merek gondolni, hogy milyen lenne, ha nem lenne családbarát. Ez inkább egy csádbarát kormány. Az hadd kérdezzem már meg, nem lehetne, hogy inkább a Napraforgó helyett a parlamentet zárják be? Ugyanis ezt a sok ingyen élő, hazaáruló senkiházit már nem szeretnénk tovább eltartani. Jaj, várjál már, azért hála Istennek nem mindenki nerkölcstelen a kormányban. Például, amíg a csicska Márki-Zay Péter 1 kilométer új utat 240 millióból valósít meg, addig Lázár János ebben is jobb, mint ő. Ugyanis Jancsi, a Fanta ügyi miniszter, 1 kilométer utat 550 millióból újít fel. Nem újat épít, csak felújít. Rá se ráncs, mondta Bese atya. Csak a szokásos túlárazás. De volt kitő tanulnia. Hát csináljad azt, Jani, amit én szoktam, hogy papírra írol 1 kilométerenként olyan 550 milliót. A valóságban meg megcsinálják negyedennyiből jó szar minőségbe. És akkor legalább hamarabb lehet megint felújítgatni, és akkor újból lophatol. Úgy, Jandi. Hát várjál már, lehet, hogy az ilyen rablások miatt van az, hogy a Medián legújabb felmérése szerint ismét tovább csökkent a Fidesz népszerűsége. És már csak 4% különbség van köztük és a Tisza párt között. Hát még az is lehet, hogy kinyílik az emberek szeme. De most ne ezzel foglalkozzál, messze van még 2026. Addig itten bármi történjen is, sokszor halljuk még ezt, hogy Éljen Orbán! Itt van az újabb örömhír, ugyanis úgy néz ki, hogy lassan, de biztosan tényleg elkészül az Orbán család 60 pusztai birtoka. Az olyan szomorú, hogy 5 év alatt nem tudták befejezni az építkezést. Hát igen, valóban volt olyan, hogy az Unió egy kicsit visszatartotta a pénzeket, és akkor lassult az építkezés. Aztán, amikor megint jöttek a milliárdok, akkor bizony forgott a betonkeverő is. Ez egy ilyen dolog. Mi is csak olyan ütemben tudunk lopni, ahogy jönnek a pénzek. Ráadásul Mészáros Lőrinc cége építi a 60 pusztai majorságot is. Milyen meglepő. Talán ennek köszönhető, hogy már a medence is fel van töltve. Végre kezdődhet a pénzmosás. Takap! Jöjjenek el a Somogyi András önálló esteire, ahol nem csak politikai humor, hanem celebparódiák és mindenféle történetek lesznek. Egy hét múlva találkozunk Gyulán, Gyöngyösön, Százhalombattán, Békés Csabán, Csongrádon, Győrben, Szentendrén, Mezőtúron, Pécsen, Marcaliban, Hódmezővásárhelyen, Debrecenben, Bonyhádon, Ózdon és Kaposváron. További helyszínek és jegyvásárlás a tixa.hu/Somogyi András oldalon, és iratkozzanak fel a YouTube csatornájára is. Viszlát!